Ilyen termésköd töltéseket és a hozzájuk tartozó zsilipeket alakította ki a várajai parkerdőben található víztározó tavak között. Ezek a 200 millió forintos fejlesztés leglátványosabb elemei, de ezek mellett kikotorták a tavak medrét, az itt található pihenőhelyet pedig felújították, és a falun végig húzódó árok több helyen betonozott oldalfalat kapott. Várajai a község történetében többször volt, hogy nagy eső után zsákolni kellett a faluba, mert több helyen elöntötte a települést, a házakat a víz. A mostani fejlesztés az ilyen helyzetek megakadályozását teszi lehetővé. A projekt záró rendezvényén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, várja országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a most befejezett beruházásnak köszönhetően nem csak egy turisták által kedvelt kirándulóhely lett sokkal szebb, de ezzel együtt a várja közelében található települések is biztonságos lettek vízelvezetés szempontjából. A csapadékvizet ez a patak viszi tovább nagymányok, kismányok irányába, és Bonyhád alatt hidasnál egyesülve a másik patakkal gyakorlatilag ez a hirtelen lezuduló csapadékvíz mind Bonyhádra érkezik meg, és ott okozhat nagyobb gondokat, tehát ezért is volt nagy szükség rá. A várajai fejlesztés a megyei önkormányzat által irányított terület- és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően valósult meg. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, a Tolna megyére jutó több mint 27 milliárd forintból olyan fejlesztések tudtak így megvalósulni, amik a helyiek érdekeit szolgálják. Még látjuk, hogy mennyi pénz van, amit még ki kell el kell költenünk, és a projekteket meg kell valósítani. Szerintem ez egy elég jelentős fejlődést és előrehaladást fog okozni Tolna megyében. Mi azon leszünk, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. A várajai vízelvezető rendszer projektzáró rendezvények közös faültetéssel ért véget.